Akkor én elkezdeném a kis mondókámat, hogy én 1968-ban kerültem a Pannonia filmstúdióba, és előtte én majdnem két évet eltöltöttem a Mafilmnél, mint díszlet és ilyen trükkfilmes. Azoknak nagyon sokat köszönhetek Sárközi Bandiéknak, mert ők protezsáltak engem abban a bizonyos 60-as csoportba, akik felvételizhettek, mert akkoriban úgy volt, hogy mit tudom én, egy évig vagy két évig nem volt felvételi lehetőség a Pannoniában, és akkor meghirdettek egy felvételit, ahol 60-an jelentkeztünk, köztük volt Varsányi Feri is, hogy jól emlékszem, és közölték velünk, hogy 6-ot fognak fölvenni. Én akkor meg voltam győződve, hogy nekem van egyedül protekcióm, de első nap kiderült, hogy mindenki protekciós volt. Majd bekerültem ebbe a 6-os fogadba, és azért akkoriban úgy volt a stúdió szisztémja, mert még nem volt akkor a MOME, hogy minden fázist végig kellett járnunk. Tehát ugyanúgy operatőröknél voltunk, kifesteni is megtanultunk, fázist rajzolni, kulcs és animáció, és ott dölt el, hogy ki meddig rendelkezik ambícióval, hogy mikor áll meg. Ha szívós volt a versenyző, akkor beadhatott forgatókönyvet, de ez körülbelül majdhogy nem 10 évet eltöltött az ember a szakmába, mire erre lehetősége nyílt. Hogy mennyire felgyorsult a világ, ebből látható most, hogy itt van Bucsi Réka, akinek szeretnék gratulálni, és nagyon sajnálom, hogy nincs itt ezen az ünnepségem, mert fantasztikus, hogy 27 éves fejjel, amit el tudott érni egy diplomafilmmel, és lényegben bekerült a 10-be. Szerintem nem sokon múlott, hogy az 5-be is bekerülhetett volna, de hogy mennyit változott az egész technológia, mert akkoriban mi nem tudtunk volna egy egyedi filmet, vagy egy fesztiválfilmet megcsinálni, ha nincs 35-ös kamera, nincs celluloid, akkor nincs vágószoba, nincs hangstúdió, és főleg laboratórium. Tehát még a családot is úgy tudtuk fotózni, hogyha a Bacsó Zolit megkértük, hogy a Kodak negatívból húzzon ki már nekünk egy kis darabkát, és akkor nem orvon kék-fehér színűben volt a család, hanem színesbe. De ennyire megváltozott, és ennyire meggyorsult a dolog, hogy lényegben egy lakásba elő lehet ma már állítani egy filmet, úgyhogy csak egy keverésre megyek egy hangstúdióba. Utána lényegben nem fogtuk föl, szerintem egyikünk sem, hogy egy micsoda fantasztikus helyre kerültünk, hogy ennyi különböző stílusú technikával dolgozó emberrel találkozhatunk, mint hát Gémes Józseftől kezdve, aki festményfilmtől, Jankovics, Nepp, akkor Szoboszlai Pétertől kezdve, Dargaig, Ternovszkitól Szoboszlai Péter, főleg Kovásznait, én nagyon csodáltam, és azt mondtam, hogy úgy érzem, ez legalább 20 évvel megelőzte a korát, mert olyan bátor dolgokat, hogy kamera alatt olajjal festeni, hát félelmetes volt. De ezt később tudtam meg, hogy milyen klassz helyen dolgoztam, mert tényleg bolyongtam a világban egy pár stúdióba, de sehol nem találkoztam ilyen atmoszférával és ennyi tehetséges és különböző stílusú emberre. Egyetlen egy stúdió van tudomásom szerint, de ha ti tudtok egy másikat, akkor azt meghallgatnám. A National Filmben, ahol még mai napig is állami támogatást élveznek, és a világból összegyűjtik a különböző stílusú és tehetségű embereket, és lényegében fesztiválfilmeket készítenek. Hát lényegében itt eltöltöttem 10-12 évet a Pannonia Filmstúdiónak ebben a részlegében, majd utána jött egy zseniális ötlete Salusinski Miklósnak, aki összegyűjtötte ezeket a fiatal, hőbörgő generációt, meg úgy hívtuk magunkat, mert lényegében nem volt nagy korkülönbség a Nepp Jankovicsék és köztünk, de már nagyon akartunk egyedi filmeket csinálni, és akkor jött egy ötlet, hogy a 4-es műtermet megalapították, amiben Varsányi Feri is részt vett évekig, és lényegében itt kaptunk egy lehetőséget, hogy egyedi filmet lehet csinálni. Én akkoriban már azért eldöntöttem, hogy lényegében a hagyományos animációval sokkal jobbak vannak a kollégáim között, tehát én ezt nagyon nem akartam gyakorolni, de próbáltam kitalálni egy valami olyan stílust, amit más nem csinál. És hát
nem tudom, hogy ki írt ezt a forgatókönyvet nekem, hogy meghallgattam a Pink Floydnak a lemezét, és lényegében ott jött a Uma Guma lemezen, rajta van hangilag a légy sztoria. Tehát vizuálisan el lehetett képzelni. Én elképzeltem az egész filmet, megrajzoltam egy storyboardot, és utána beadtam a művészeti tanácsra, ahol hát lényegben egy nagyon-nagyon jó támogatónk volt, és egy remek ember, a Hank és Elemér, aki nemrég hunyt el, aki nagyon szerette ezt az ötletet, és nagyon támogatta. Mert akkoriban a művészeti tanácsok úgy zajlottak, hogy lényegében ott megkérdezték, hogy ki a légy, és ki az, aki kergeti. Na most ebből lehettek bonyodalmak, én is több véget kitaláltam, többször elutasítottam, visszamentem, de lényegében az Elemérnek köszönhetem, hogy ő kardoskodott, hogy ne törődjetek vele, akkor repüljön ki az ablakon, ahogy a zenében van, és akkor csak hadd csinálja meg. Mert addig nem csinált senki háttéranimációs filmet. Én sem tudtam, mire vállalkozom. Megmondom őszintén, adtak eszem 6 vagy 8 hónap határidőt rá, és 2 évig csináltuk ezt a produkciót, meg több mint 3600 önálló képet kellett megrajzolni hozzá. Senki nem tudta fölmérni, hogy ez mikorra fog elkészülni, és hogy ez milyen volumenű munka. Hála Istennek, amikor elkészült, akkor fesztiválokra került, és lényegében egy fél vagy háromnegyed évet szerepelt fesztiválokon, és eljutott az Oscar nominációig, és lényegében akkor derült ki, hogy megérte a befektetett munkát belerakni. Majd utána lényegében hát ebbe volt egy kis miszték, hogy nem tudtam kikerülni, mert azt mondták, hogy esélytelen az a produkt 2 kanadaival szembe. És ki gondolta, hogy utána pár évre rá én Kanadába fogok dolgozni, és akik akkor a riválisok voltak, például Frederick Bach, az nem haragudott rám, hanem olyan barátságba kerültem vele, amikor nyugdíjba ment, ő felajánlotta az állását, hogy pályázzam meg a Rádió Kanadánál, hogy dolgozzak ott, mert akkor életed végig egyedi filmeket csinálhatsz. Írtam is egy levelet, visszaírtak, hogy hát igen, de hát ezt a stúdiót addig tartották, amíg a Frederick dolgozik, mert nekik annyi sikert és díjat hozott, hogy most már bezárnak, mert akkor már 80 fölött volt a Federikba. Hát egy elég küzdelmes időszak volt, mert meg voltam győződve, hogy ez a 4-es műterem, esetleg tudunk készíteni egész estés filmet, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis grup volt, mert egymás munkájába beleszóltunk, segítettük egymást, tényleg remek volt, hogy ott össze voltunk zárva, mert még arra is emlékszem, hogy a légynek volt egy olyan verziója, hogy a légy üti agyon az üldözőt, és ezt a Majoros Tamás mondta, és mondom, de hát figyelj, hogy tudom ezt meghálálni, azt mondta, vegyél egy doboz nápolyit nekem. Szóval így dolgoztunk együtt, és itt a korábbi beszélgetésekben, meg felszólalásokban hát hallottuk, hogy ez a műhely és a stúdió, szóval ez fantasztikus, szóval ez pótolhatatlan. Ez, amit ma már nagyon nehéz megcsinálni, mert mindenki magányosan dolgozik. Mi is a mostani produkciónkban dolgozunk, a hátteres Izraelből küldi, a másik, nem tudom honnan, akár Egerszalókról, bárhonnan küldi a munkáját, és Skype-on beszélünk csak, és van egy head office, ahol találkozunk. Tehát egy kicsit elhidegült, egy kicsit szétesett, nincs az a mindennapi humor, és hogy egymás munkájában segítenénk. Utána én mint zenész kikerültem Németországban, mert csak egyedi filmeket készítettem, itt is mondtam, hogy hát azért nagyon izgatott, hogy milyen a kinti technológia, mert hát azért ennek a szülőháza Egyesült Államok és Kanada, és akkor a koncertirodán keresztül, mint zenésznek sikerült kijutnom, és akkor nagyon rákaptak erre a háttéranimációs technikára, és a Nelvana stúdióhoz kerültem Németország után, és nagyon-nagyon tudtam kamatoztatni azt, amit még itthon tanultam, de egyet megtanultam ott, hogy a professzionális organizációt, tehát hogy tudnak filmet csinálni határidőre, és profin legyártani.
Tehát nagyon-nagyon tudom ajánlani a mai végzős diákoknak is, akár a MOMIN, vagy bárhol a Kepes iskolában is, hogy menjenek ki, nézzenek körül, ha lehetőségük van rá, gyűjtsenek tapasztalatot, és utána jöjjenek haza. Mert ennél jobb iskola nem létezik, hogyha esetleg különböző stúdiókba be tudnak kerülni, és ott tudnak dolgozni. Hát eltöltöttem így 15 évet kint a kalandozásban, és most 15 éve megint itthon dolgozom. És a nagyobbik fiam unszolására, aki heccelt vele, hogy miért nem csinálok még egy háttéranimációs filmet, én azt hittem először, hogy tud valamit, hogy valami komoly bajom van, mert nagyon, nagyon pusolt abba az ügybe, hogy hát ezt meg kell csinálnod, és készült a Ticket című film, ahol szintén egy háttéranimációs film, ami megszületik a kamera az anyaméből, és végig leéli az életét, van egy perspektívaváltásban, és végül eltemetik a kamerát. Tehát egy elég depressziós dolognak néz ki, mikor próbáltam pénzt szerezni még hozzá pluszba. Mindenki megrémült, és nem akart adni egy fillért sem, mert mondta, hogy hát ő ilyen mögé nem áll oda, mert akik pénzt adnak, az mind 60 fölött volt. Tehát az megrémült, és azt mondta, hogy ilyen, ez nem létezik. Én próbáltam biztosító társaságokhoz is elmenni, azt mondta, hogy ne haragudjon, de ezt én az arculatomra fölteszem, senki nem köt velem életbiztosítást, én mindenkinek azt hazudom, hogy ő lesz az első túlélő. De végül eljutottam még a temetkezési vállalathoz is, a Fiumér útra, mert megtudtam, hogy ez nagyon gazdag cég. És megnézték, és mondtam, hogy lesz kandelláber, minden fog, láng fog égni, hullanak levelek, hó, eső, amit akarnak. Azok se adtak pénzt végül. De akkor a kulturális minisztérium aztán megtámogatta, hogy be tudtuk fejezni a filmet, mert ezt 4 évig készítettük, de ez már mondjuk 9 perces, és Valladolidban nyertünk vele fődíjat, New Yorkban is díjat nyertünk vele, tehát elég sikeres, de egy kicsit ilyen szomorkás film, egy fekete-fehér film. Hát még annyit tudnék mesélni, hogy jelenleg, amit biztos itt láttatok a pályázaton, a médiahatóságnak ért pályázaton, a Hopi sorozattal kaptunk támogatást 13 epizódra. Ez 3 és 8 éves kor közötti gyermekeknek készülne. Ez a népek ünnepeiről szól, amit még eredetileg, hogy milyen érdekes az élet, én a Salusinski Miklossal kezdtem el, aki a műteremvezetőnk volt, önneki volt ez az eredeti ötlete, és kezdtük ezt előkészíteni, és most a fiával kivalósítjuk meg lényegében, mert hát Salusinski Miklós egy tragikus értelmisége elhunyt, de hál' Istennek a fia aztán továbbitte, és most tartunk az a 3. epizódnál, de hát egy éven belül befejezzük a 13 epizódot, és reméljük, hogy még tudunk esetleg vagy támogatást, vagy külföldi támogatókat bevonni, mert mi vagy a népek ünnepeiről szól, ez egy elég kapos téma nekik. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.